Áldás békességet kívánok minden kedves gyülekezeti tagunknak. Egy különleges dolog lesz most két keresztelő, keresztelési istentisztelet előtt gyülekező éneként énekeljük a 234. dicséretünknek mind a négy verszakát. A 234. dicséretünk első verse így kezdődik: Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Fennálló énekül a 167. dicséretünk első versét énekeljük. A 167. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Thank you.
Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a Baba Mama klubnak azokat a gyermekeit, akik már nincsenek itt közöttünk, mert óvodába mentek, és ők fognak. Gyertek, imádkozzunk! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, aki életadó atyánk vagy, és hálát adunk ezért a két gyermekért, akiket szülei, nagyszülei, rokonai idehoztak, azért, hogy a te áldásodban részesüljenek, és a te szövetségedbe befogadhassd őket. Köszönjük, Urunk, hogy az Úr ajándéka a gyermek, és az anyami gyümölcse az jutalom. Köszönjük, Urunk, hogy első gyermeket elfogadni, harmadikat elfogadni a te kezedből ajándék. Hadd tudjanak így nézni ezekre a gyermekekre a szülők, keresztülők, nagyszülők, és így tudjunk mi is imádkozni értük, hogy tudjanak hitben felnevelkedni, hogy tudják majd a te háromszor szent nevedet is áldani. Urunk, így légy közöttünk, és áld meg a mi együttlétünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. fejezetében, a 18. és következő versekben Isten igéje. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: nékem adatott minden hatalom, menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Tessenek helyet foglalni! Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, különösképpen a családokat, akik elhozták a gyermekeiket, hogy a keresztség sákramentumában részesítsük őket. Az Úr Jézus Krisztus szavait hallottuk
amit úgy ismerünk, hogy a keresség sákramentuma. Mindnyájan tudjuk, hogy mikor hangzott el ez, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe. Áldásra emelte a kezét, és áldás közben mondta el ezeket a szavakat. És így kezdte, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Nem csak egy bizonyos részén az életnek a hatalom. Nem csak egy bizonyos dologban adatott át neki a hatalom, hanem azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És ez megnyugtatásul mondja, hogy történjen bármi a tanítványokkal. Legyen bármilyen nehéz keresztjénnek lenni, mert keresztjénnek, Krisztus követőnek lenni mindig nehéz volt. Az nem volt olyan gyönyörűen kikövezett út. Soha nem volt sima. De azt mondja, bármilyen lesz az utatok, bárhogy bánnak veletek, bármi történik veletek, az enyém a hatalom menjen és földön. Nem a pénzé a hatalom, nem a fegyvereké a hatalom, hanem az enyém a hatalom menjen és földön. Zsomborka, akkor is elmondom, amit akarok. És a tanítványoknak egy csodálatos életprogramot ad. A tanítványoknak egy csodálatos életprogramot ad. Azt mondja, menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Drága testvérek, csak azt tud tanítvánnyá lenni, aki maga is tanítvánnyá tenni, aki maga is tanítvány. Egy pedagógus akkor tud tanítani, ha érti a szakmáját, ha érti a feladatát. Éppen ezért nagyon fontos a mai tanítványoknak, hogy előbb tanítvánnyá válni, és utána tanítvánnyá tenni. Mit kell megtanítani? Azt mondja, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Drága testvérek, egy valamit adott parancsban az Úr Jézus Krisztus. Egyszer megkérdezték tőle, hogy a 10 parancsolatból melyik a legfőbb parancsolat, amit feltétlenül meg kell tartani. És akkor körbenézett, és azt mondta, hogy ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Mit adott parancsba? A szeretetet. És azt is mondja, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, mert arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Hát nekünk is ezt kell eltanulnunk a Krisztustól, és ezt kell átadnunk az utánunk jövő nemzedéknek, hogy szeressék az Urat, és szeressék egymást. Amikor megkeresztelünk egy gyermeket, akkor van külső jegy, a tiszta víz. És azt tudjuk, hogy azt jelenti, hogy ahogy a víz lemossa a tesszennyét, úgy mos meg minket minden bűntől Jézus Krisztus vére. Tehát Jézus Krisztus tettére, a Golgota áldozatára emlékeztet. És ez nem csupán emberi cselekmény. Azt mondja az Úr Jézus, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tehát a Szent Háromság egy örök Isten van jelen. És ezért nagyon fontos, kedves szülők, keresztülők, és ebben nem kételkedem, látom rajtatok, hogy a szívetek teljességéből vagytok most itt. És tulajdonképpen ez nem csak egy sákramentumban való részesítés, hanem minden keresztelés
egy hálaadó Isten tisztelet. Hálát adunk a gyermekekért. Mert Isten méltónak talált két édesanyát arra, hogy gyermekkel ajándékozza meg. Milyen nagy dolog, hogy az Úristennek van hite hozzánk, szülőkhöz, keresztszülőkhöz, nagyszülőkhöz, hogy majd az ő dicsőségére fogjuk felnevelni a gyermekeinket. És van hite hozzátok most. És még egy gondolat, az, hogy amikor elhozza valaki megkereszteltetni a gyermekét, akkor ezzel elismeri, hogy a gyermek nem az övé csupán. Isten ajándéka. És olyan jó lenne, hogyha mától kezdve minden édesanyja így tekintene a gyermekére, meg minden édesapa, a nagyszülő az unokájára. Olyan jó lenne, ha a házastárs így tekintene a házastársára, hogy nekem ő ajándék. Mert maga az élet az ajándék. Isten életeket bízott rátok most, és ő megadja a hozzávaló erőt, megadja a hozzávaló bölcsességet, megadja a hitet, hogy valóban azt, amit ma megfogadtok, hűséggel tudjátok teljesíteni minden körülmények között, mert az az Úr Jézus Krisztus, aki ránk hagyta ennek a szövetségnek a jelét a keresztség sákramentumában, ezt mondta, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát, hogyha nehézségek is lesznek, akkor nem egyedül kell megharcolnotok, mert az Úr veletek van, mert ő megígérte, és ő hűséges az ígéretéhez. Minden napon, a világ végezetéig. Az az Úr Jézus Krisztus, aki életét adta, értetek, és aki ezeket a gyermekeket is kegyelmébe fogadja. Mivel ilyen nagy és szent dologról van szó, mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, a gyülekezettel együtt valljátok meg a ti hiteteket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségben hitben nevelitek. Felejétek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most a gyülekezet tagjait kérdezem. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz,
hogy őket hitbe neveljék? Ha igen, felejétek, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartottad, és növeled a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Magasztalunk téged ezekért a gyermekekért, akiket szeretteiknek adtál. És elpecsételhetünk Jézus Krisztus nevében a Szent Keresztség által, és mint megváltott gyermekeid élhetnek a te dicsőségedre. Kérünk, hogy tartsd meg ezeket a gyermekeket ebben a kegyelemben, hogy igaz hitben, Isten félelemben nevelkedhessenek fel, hogy hozzád hűek maradhassanak, és elnyerhessék a számukra elkészített üdvösséget. Áld meg az ő szeretteiket. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyák mellett, amikor világra hozták a gyermekeket. Légy áldott, hogy te életet adó Isten vagy. Köszönjük neked, hogy a gyermekek mellett ott vannak a földi gondviselők, az édesapák. Kérünk, hogy áld meg őket életük minden napján. De köszönjük az imádkozó nagyszülőket, családtagokat, akik hálaadással tekintenek ezekre a picin gyermekekre. Add, hogy mindig emlékezzenek erre a napra, amikor gyermeküket oda tették jóságos, gondviselő, üdvözítő kezedbe. Kérünk, hogy tedd ezeket a gyermekeket mindenki előtt kedvessé, és áld meg őket kegyelmedből, Jézus nevében, aki így szól, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen. Szent Háromság Isten, akinek a nevére megkereszteltettél, áldjon meg minden lelki és testi áldásával. Mindenható Atya őrizze meg téged, Szent Fiának vérével tisztítson meg minden bűntől. Szent lelke által szűjön újjá az örök életre, hogy hitből élhess jó cselekedetben az ő nagy nevének dicsőségére, örök üdvösségre, Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a már megkezdett 167. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. A 167. dicséretünk második verse így kezdődik: dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Végés erőt maradjon.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg, mi módon szól hozzánk Istennek igéje a Cselekedetek könyvéből. A Cselekedetek könyve 21. fejezetéből, a 7. és azt követő versekből. Amíg az igét olvasom, kérem, foglaljátok el helyeteket. A Cselekedetek könyve 21. fejezetéből, a 7. és azt követő versekből így szól hozzánk Istennek írott igéje. Hajóútunk végére érve Tiruszból Ptolemaiosba jutottunk, köszöntöttük a testvéreket, és ott maradtunk náluk egy napig. Másnap elindultunk, és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a 7 közül való volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon leánya, akik prófétáltak. Több napon át tartózkodtunk ott, miközben lejött Judeából egy Agabosz nevű próféta. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta. Így szól a Szentlélek. Azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt. Miért sírtok? És miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. A mindenható Isten áldja és szentelje meg minnyájunk szívében a hallott igét. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, szeretnénk áldani, magasztalni, dicsőíteni téged azért, hogy vezetni akarod az életünket, amit mindig is jelzel nekünk. Utánunk jössz, megállítasz, hogy figyeljünk rád, hogy ne legyünk boldogtalanok, hogy ne legyünk elégedetlenek, hogy ne legyünk megkeseredettek, ne legyünk szomorúak, aggódással teltek, hogy ne egyedül hordjuk a terheinket. Segíteni akarsz. Nem kívánsz sokat tőlünk, csupán egy-egy órát, hogy megszólíthass, hogy beszélj hozzánk, hogy beszélj velünk. Köszönjük, hogy ez is a te szeretetednek a jele, mert fontosak és drágák vagyunk neked. Ezért gyűjtöttél össze most is, ezért jöhettünk hozzád, ezért jöhettünk eléd, ahányan vagyunk, annyiféle helyről, annyiféle élethelyzetből. De köszönjük az utat, ami ide vezetett. Köszönjük az utat, ami ide vezetett a legjobb helyre a világon, a veled való áldott közösségbe. De köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy a mennyei tribűnről is figyelnek bennünket azok a szeretteink, akik már nem lehetnek itt mellettünk, és drukkolnak nekünk, hogy sikerüljön győzelmesnek maradni, mindvégig megállni a hitben. Segíts nekünk, hogy tudjunk letenni most mindent eléd, ami ránk nehezedik.
Te látod egyen-egyenként az életünket. Látod a szívünk legelrejtettebb zugát is. Segíts nekünk, hogy tudjuk letenni mindazt, ami a te szemedben bűn, és add, hogy az itt eltöltött idő a te végtelen szeretetedben és kegyelmedben való elmerülés ideje lehessen számunkra. Szent nevedért kérünk, hallgass meg minket, azért a névért, amely örökké áldott. Amen. Szeretett testvérek, az ige hallgatására készülve a 294-es dicséretünk első versét énekeljük. A 294-es dicséretünk első versét, amely így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, Istennek igéjét a már felolvasott igerészből hallgassátok meg, a Cselekedetek könyve 21. fejezetéből, a 13. versből, eképpen. Pál mondja, hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr nevéért. Eddig Istennek írott igéje. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, ezen a csodálatos őszi, vasárnap délelőtti alkalmon, ami különleges és egyszeri alkalom. Azért különleges, mert így még egyszer nem fogunk összegyűlni. A másik különlegességét az adja ennek a vasárnap délelőtti istentiszteletnek, hogy tegnap konfirmációs találkozó volt, és azért is jöttünk el ilyen nagy útra. Azért tettem meg én is férjemmel 460 kilométert, hogy együtt lehessek azokkal, akikkel azóta szinte nem is találkoztunk. És a több mint 60 akkori konfirmandusból, mert 1970 és 74 közöttiek voltunk meghívva, együtt voltunk 13-an. Isten ajándéka volt ez a találkozás, és örülök, hogy azért néhányótok arcát most is felfedeztem itt a padok között, hogy visszajöttetek. Drága testvérek, olyan jó itt lenni a gyülekezet közösségében, egy olyan helyen és egy olyan valaki előtt, aki soha nem változik. Mi változunk. Hisz az eltelt 48-49 év alatt nagyon sokat változtunk. Volt, hogy meg sem ismertük egymást. De milyen jó, hogy van valaki, aki változhatatlan valóság.
aki lehet egy állandó az életünkben. Én nem tudom, hogy a te életedben van-e valami, vagy valaki, akire azt mondhatod, hogy ő állandó, benne még nem csalódtam. Ő egy stabil pont az életembe. Ő még nem játszotta át az agyamat, ahogy ma mondják a fiatalok. Van-e valaki, akire azt tudod mondani, hogy ő változhatatlan? Valljuk be őszintén, hogy nincs. Mert minden változik. Mint ahogy az évszakok változnak, az ember is változik. A körülményeink is változnak. Csak egy marad. Csak egy van, aki változhatatlan valóság. Az egyetlen sziklaszál az Isten. Az az Isten, aki az ő szeretete felől biztosít. Ez a legjobb biztosítás. Ez a legjobb életbiztosítás. Tudjátok miért? Azért, mert nem kér cserébe semmit. Minden héten kapunk tőle 168 órát, és minden nap kapunk tőle 24-et. A kérdés az, hogy mire és hogyan használjuk fel. Hogy sáfárkodunk vele. Mennyi benne az isteni, és mennyi benne az emberi. Ő ma is azt mondja, hogy jöjjetek, mert minden kész. Ebbe a templomba is mindig úgy lehet belépni. Nyitva az ajtó, nem kell rajta dörömbölni. Kész arra, hogy fogadja azokat, akik az ige hallgatásra összegyűlnek. Akik az igében az Úrral és önmagukkal akarnak találkozni. Lehet, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy hát még az Istennel csak-csak, de magammal nem nagyon. Az ember nem nagyon szereti, hogyha önmagával szembe kell nézni. Mert amikor reggel belenézünk a tükörben, ott sem tetszik minden. De milyen jó, drága testvérek, hogy jöhetünk a 21. században, hogy békességben összegyűlhetünk minden alkalommal. Akkor is, ha halljuk a hívogató harangszót, akkor is, ha olyan messze lakunk, hogy nem halljuk. De a szívünkben harangoznak, drága testvérek, az készül igazán, akinek a szívében szól a harangszó. Mert aki csak a fülével hallja, az ránéz az órára, hogy mennyi is most az idő, miért harangoznak. De akinek a szívében szól a harang. Ezért nem mindegy, hogy amikor igét hallunk, amikor az isteni üzenetet halljuk, akkor csak a fülünkig ér, vagy be a szívünkig. Azt mondja az Úr, hogy jöjjetek úgy, ahogy vagytok. Jöjjetek úgy, ahogy vagytok. És valamikor mi is így indultunk. Amikor a konfirmációban fogadalmat tettünk, amikor megvallottuk, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy egy halszál sem eshet le a fejemről az ő tudta és akarata nélkül. Hát, ha így szeret bennünket az Isten, lehet azzal a szeretettel visszaélni, hogy hátat fordítok, hogy megtagadom, hogy kifogásokat keresek. Milyen gyermek az, aki nem vágyik haza a szülői házba? Milyen gyermek az, aki nem vágyik arra, hogy lássa, vagy találkozzon azokkal, akik felnevelték? Hát az Úrnak is rosszul esik.
ha azok így viselkednek vele, akikért az életét adta. Valamikor így indultunk. Drága szüleink, nagyszüleink hoztak vagy küldtek. Van egy vers a hívő édesanyáról, amely így szól: az az édesanya a legtöbbet tette, aki gyermekét Jézushoz vezette. A legszentebb ösvényt neki megmutatta, az az édesanya a legtöbbet adta. Aztán elérkezik a saját döntés időszaka, drága testvérek, mert egyszer fel kell nőni. Egyszer fel kell nőni. De csábít a világ. Csábít a világ, és minden, ami a világban van. De mégis egyszer fel kell nőni, de nem korban és nem centiben. Pál apostolnak a szavait hallottuk. Aki nem mindig volt Pál apostol. Aki Saul volt, egy hithű, ma így mondanánk, hogy ortodox zsidó ember. Egy csodálatos karriert szántak neki. És ő is egy ilyen csodálatos karriert képzelt önmagának. Mindig figyelt arra, hogy a munkáját, a megbízatását a legtökéletesebben végezze el. Tegye azt, amit elvárnak tőle. Legyen az bármi. Ha az Istvánt megkövezők ruhájára kell vigyázni, akkor arra vigyáz. Ha a keresztjéneket kell összekötözve Jeruzsálembe vinni, cibálni, akkor azt. Míg nem egyszer. Számára az a nap is úgy kezdődött, mint a többi. Ugyanúgy indult, mint olyan sokszor már. És egyszer, egy nem várt pillanatban, amikor már majdnem beértek Damaszkuszba, meg kellett állnia. És ő erre nem volt felkészülve, mert minden egy szempillantás alatt történt. Én nem tudom, hogy a te életedben volt-e ilyen, hogy az a nap is ugyanúgy indult, mint a többi. Felkeltél, terveid voltak, elképzeléseid voltak, hogy mit fogsz megvalósítani, hová fogsz elmenni, milyen ügyet fogsz elintézni, kivel fogsz találkozni, vagy netalántán kivel nem szeretnél találkozni. És egyszer csak történt valami. Drága testvérek, Saulnál is nem volt semmi jele annak, hogy ez a nap másképp fog véget érni, mint ahogy ő ezt eltervezte. Nem tudom, hogy nálad hogy van és hogy volt eddig. Vajon hányszor állt eléd az Úr a te damaszkuszi utadon? Vajon minek tekintetted ezeket a megállásokat? Amikor az Úr netalántán parkolópályára állított, mert különben csak rohansz. Az üres helyek mind arról kiabálnak ebben a csodálatos szép templomban,
hogy nincs időm. Nincs idő. Én erre nem érek rá. Nekem 1000 dolgom van. Amit egész héten nem teszek meg, azt vasárnap nekem muszáj behoznom, mert aztán kezdődik a hétfő. Biztos kezdődik? Majd, ha nyugdíjas leszek, akkor rá fogok érni. Ilyenkor mindig megkérdezem, és eléred? Az is lehet, hogy már többször megállított az Úr. Az Úr mindig tudja, hogy kihez milyen eszközzel kell nyúlni. Hogy kit hogy tud megállítani. Valakinek elég egy szelíd csendes szó, valakinek nagyon határozottan is bele kell nyúlni az életébe. Lehet, hogy nagyon megütötted magad. Mert ugye tudjuk, hogy Saul leesett a lováról, és megütötte magát. Lehet, hogy te is megütötted magad. De az is elképzelhető, hogy maradandó sérüléseket is szereztél. Valahogy felálltál, feltápászkodtál, leverted a ruhádat, és azt mondtad, hogy megyek tovább, mert én mindenáron megteszem azt, amit elterveztem. Lehet, hogy sántikálva, mert itt-ott sajgott és fájt, de azt mondtad, hogy ó, hát majd elmúlik. Vagy mert úgy gondolkozol, hogy ez a te életed, és senki nem állíthat meg. Olyan szomorú, drága testvérek, amikor valaki így gondolkodik. Olyan szomorú, amikor valaki így gondolkodik, amikor az Úr valakit ki akar billenteni abból az állapotából, abból az élethelyzetéből, abból a szituációból, amiben van. Mert az az Úr szemével nézve nem jó. Az nem az életre visz, hanem a kárhozatra visz. De sokszor az ember saját téves gondolkodása győz, aminek súlyos testet, lelket károsító következményei vannak. Drága testvérek, mindennek van következménye az életünkben. Ha az Úr akarata szerint élünk, akkor annak is áldott következményei vannak. Ha saját emberi gondolkodás szerint, akkor annak is. Mert szabad döntést jogát kaptuk. Senkit nem lehet kényszeríteni, hogy keresztjénné legyen, hogy keresztjénné váljon, hogy egyé váljon a Krisztussal. Saul is maradhatott volna olyan állapotba, amibe került. De amikor ott volt a földön, akkor nem azt mondta a katonáinak, hogy figyeljetek, segítsetek felállni, ültessetek fel a lovamra, aztán induljunk tovább. Mert nekem el kell fognom a keresztjéneket Damaszkuszba, nekem megkötözve kell vinnem őket, tűzön, vizen át, nekem ezt meg kell tennem, hanem ezt kérdezte, hogy ki vagy te, Uram? Ki vagy te, Uram? Mindig olyan megható, mert ő ott a földön, porosan, sajgó testtel vált megszólíthatóvá. És az Úr
válaszol. Én vagyok Jézus, akit te kergetsz, akit te üldözöl. És itt újra kérdez az ige, hogy vajon te nem üldözöd Jézust nagy vallásos hévvel? Látják rajtad, tudják rólad, hogy keresztjén vagy? Kihallják a beszédedből? Kihallják a véleménynyilvánításodból? Isten kiszemelt téged, és munkatársává szeretne tenni. Rád is szeretné bízni az evangéliumot. Az örömhírt, hogy vigyed az örömhírt. Drága testvérek, a mai keresztjén világról, ha készítenénk egy fényképet, akkor olyan lenne, mint egy temetési menet. Nincs öröm. Pedig énekelni is ezt szoktuk, hogy légy örömmondó békekövet, hirdesd a szabadító elközelgetett. Élő Jézus Krisztusunk van. Hallottuk, hogy ő megígérte, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Akkor miért jártok ilyen szomorú ábrázattal, kérdezi az Úr Jézus Krisztus az emmausi tanítványokat húsvét után? Miért nem tudtok örülni? Drága testvérek, Saulon és Saulban is dolgozott az Úr, hogy alkalmassá tegye. Saul pedig engedelmes lett. Három napi böjt, imádság, átvitt értelemben sötétség, majd jött a feloldozás Anániáson keresztül. És elkezdődött valami új, valami más, valami szentebb és áldottabb élet. Új élettel, új szívvel, új névvel lett egy fanatikus és fantasztikus keresztjén. Amikor erre gondolok, akkor, és a tegnapi konfirmációs találkozóra, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen Pótor Imre nagy tiszteletű úr is ilyen Anániássá lett, amikor össze akarta gyűjteni azokat, akik valamikor itt tettek ebben a templomban úgymond hűségesküt. Hogy adjon újra egy lehetőséget. Hogyha valaki éveken vagy évtizedeken keresztül járta a maga útját, akkor most térjen vissza. Kezdjen valami újat, mert az Úrnak szüksége lenne rá, hogy betöltse a küldetését ott, ahol éppen van. Abban a családban, abban a környezetben, abban a vagy azon a munkahelyen, az Úr eszközévé tudjon válni. Mit mond már Pálként? Nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok az Úrért. Aztán ilyet is mond, hogy még az én életem sem drága, csak hogy elvégezzem az én futásomat örömmel. Sokan pedig azt mondják, hogy drága az élet, nagy drágaság van, tiszteletes asszony. Persze. Valóban így van. Add csak össze, hogy mennyit költesz magadra egy hónapba. Add össze. És mennyit szánsz az Isten dicsőségére?
Mennyit szánsz az ő ügyének a szolgálatára? Dobsz a persejbe? Vagy áldozati adományt adsz? Drága testvérek, aki keresztjénné lesz, aki Krisztust követő lesz, annak megváltozik az értékrendje. Azt mondja Pál, mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztusért. Hogy is van ez? Hát ez az igazi pálfordulás. Ez az igazi pálfordulás. Drága testvérek, mindenki, aki egyszer megkereszteltetett, a megelőlegezett kegyelemnek a részese lett, aki hűség esküt tett konfirmációkor, hogy egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, Biblia olvasó, imádkozó leszek. Ez az útja. Mert különben akkor minden nap el kell énekelni, hogy sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy tiéd szívem, mit hagysz örökül, drága testvérem? Mert egyszer neked is utolsót fog dobbanni a szíved, mit hagysz örökül? Berendezett házat? Óriási birtokot, autót, betétkönyvet. Mit hagysz örökül? Valaki egyszer azt mondta, tiszteletes asszony, édesanyámhoz beraktuk a Bibliát is a koporsóba. Hát mondom, fogja olvasni? Következő kérdés, mert úgy jó, hogyha az ige kérdez. Mondtam, hogy ez egy rendkívüli istentisztelet lesz. Mi az, amiről ebben a pillanatban Jézusért le tudnál mondani? Amit kárnak és szemétnek ítélnél. Megszületette a döntés a szívedben, hogy amikor kilépsz ebből a templomból, valóban Krisztussal akarsz hazamenni. Hogy ő legyen otthon is az Úr a háznál. Krisztusért mire lennél képes? Ha valaki igazán megérti, hogy Isten kegyelmes és megérinti, hogy Isten kegyelmes, akkor mindentől, ami csupán formaság az életébe, szabadulni szeretne, és igazán szeretne élni. Mert Istenünk a szabadítás Istenű, és Szent Lelke által újjászül, irányt mutat, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Reformáció havában vagyunk. Sőt, olyan, mint egy mennyei GPS, aki újra tervezi az életedet, új irányba állít, hogy elérkezz a célig, de nem a célocskákig, amiket te kitűzöl magadnak, hanem az igazi mennyei célig, hogy üdvözíthessen téged. Boldog lett Saul, mert hallgatott Anániásra. És akkor itt a kérdés, hogy emlékszel-e, hogy a te életedbe valamikor ki volt Anániás szerepében? Az édesanyád, az édesapád, valamelyik nagyszülőd?
és te akarsz-e Anániás lenni? Akarsz-e Anániássá válni? Kinek tudnád mondani, hogy engem az Úr küldött? Hogy megnyissam a szemedet, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. Tudod-e ezt mondani valakinek? Akarnád-e mondani ezt valakinek? Mert olyan sok haszontalan beszéd elhagyja a szánkat, drága testvérek. Ha néha valaki fölvenné magnóra a beszélgetéseinket, és azt mondaná, hallgasd vissza, lehet, hogy azt mondanánk, hogy hát ez nem én vagyok. Én nem ilyen vagyok. Drága testvérek, ahol jelen van az Úrnak való engedelmesség, ott jelen van az Úr. És ahol jelen van az Úr, ott csodák történnek. Minden lehetséges annak, aki hisz. Ő szeretné mindnyájunk életében megmutatni az ő erejét. És azt akarja, hogy keressük őt. Azt akarja, hogy elhiggyük, hogy rajta keresztül és vele együtt sikerülni fog. Kezd el ma, vagy folytasd azzal a tudattal, hogy hiszel az ő ígéreteinek, hogy az ő ígéretei igazak, és megtapasztalhatod, hogy majd valósággá válnak az életedben. Juss el arra a bizonyságtételre, amire Pál apostol is eljutott. Nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jézusért, az én hűséges megváltómért. Gyertek, imádkozzunk! Urunk, hálás a szívünk, hogy kihívtál és folyamatosan hívsz egy lelki népet minden népből, nemzetből, ágazatból és nyelvből. Köszönjük, hogy mi is ide tartozhatunk. Segíts, hogy szív szerint történjen ez. Köszönjük, hogy a te vonzásod erősebb volt ma, mint a világ vonzása. És eljöhettünk a gyülekezet közösségébe. A te kegyelmed jele is ez, mert még megtartottál. Áldott volt az út, ami ide vezetett, és áldott az út, amin te vezetsz tovább. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk, te vagy az, aki életedet adtad váltságul sokakért. És köszönjük, hogy mi is beletartozhatunk. Értünk is hult a Golgotán a vér, amely tisztára mossa a lelki ruhánkat, amely megnyitotta számunkra az üdvösség ajtaját. Nyisd meg a mi szemeinket is, hogy mindig lássunk téged. Törd le bennünk az önigazoltságot, az önhittséget, hogy megérthessük, hogy nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott az ég alatt más név, amely által lenne a mi megtartatásunk, csak a tied, Úr Jézus Krisztus, aki most is utánunk jössz, megállítasz, megszólítasz, és új életet kínálsz. Bárcsak sok szív megnyílna, és sok kéz kinyúlna ma feléd, és igazán elfogadná a kegyelmet. Kérjük ezt, hogy munkád lelked által. A templom csendjében a kezedbe tesszük a betegeket, a gyengéket, a magányosokat, a fájdalmas szívűeket. De kérjük azt is, hogy oldozd fel a megkötözötteket, hogy felszabadult életükkel dicsőítsenek téged. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezet
lelki pásztorát, családját, és adj nekik lelki erőt a szolgálatokhoz, és áld meg őket minden munkájukban. Áld meg a gyülekezet kicsinyeit, nagyjait, vezetőit és vezetetteit. Munkáld az egységet, a szeretetet, hogy minél több bizonyságtévő élet által ragyogjon a te világosságod. Nem önmagunkért, szent nevedért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját tiréátok, és adjon ti néktek békességet. Amen. A 274-es dicséretünk első versét énekeljük. A 274-es dicséret első versét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt lent, énség baj közt is élteti. Balázs Éva, fogtői, lelkipásztori hirdetést, igényét. Az
életünkre, családjukra, szolgálataikra tudunk vezetését és áldását kérni. Isten tiszteletünk, hogy kereszteltünk meg meleg Zsombort, meleg Robert és Juhász Monika gyermekét. A családnak nagy kis utca 102 számmal hatik, virágot kormányoztunk az urasztalára. Megkereszteltünk Barna Alice, Barna Sándor és Olávóra gyermekét, a család, a Rákóczi utca 18 számmal hatik, virágot kormányoztunk az urasztalára. 17 órától hitvégétől tartunk a gyülekezeti házban, 18 órától pedig evangélizációk a templomban. Az ige szolgálatokat Taraszközi Gerzson és Taraszközi négy Nemes Mónika nagyvarsányi lelkipásztorok végzik. Hívjuk bárjuk kedves testvéreinket az alkalmaikra. Itt is megköszönöm Kócsaké Krisztián áldozatkészségét, aki a falevelek össze takarítását végezte el a templom környékén. Az elmúlt héten 44 fő élt Lukasorában, Megoldásházban, Idősek házában, Kótházban, Gyülekezeti házban. Mához egy hétre templomunkban újbóli Lukasorai Istentiszteletet tartunk. A szentegyeket Hetei István és családja kívánulta. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy mához egy hétre vasárnap az órákat egy órával visszaállítunk. Október 23-án a templomban 10.30-tól tartunk Isten tiszteletet. Két hét múlva, november 3-án vasárnap a délelőtt Isten tiszteletre meghívjuk az elmúlt évben meghalt testvéreink családtagjait. Az elmúlt csütörtökön találkoztunk a református kóbora tervezőjével. Tehát elkezdődött a református kóbora tervezése. A teljes munka a kulcsátorási 400 millió forintba kerül. Egyedül Istené a dicsőség. Pályázaton 9,6 millió forintot nyertünk filagógia építésére. Ezért is az élő Istené a dicsőség. Mindenki láthatta, aki lejön a templomba, elkezdődött a templom megalálás. Pályázaton nyertünk erre 14,5 millió forintot. Ezért is egyedül Istené a dicsőség. Ma délután Isten tiszteletünk 15 órakor. Az adományos könyveket nem hasszuk, Isten tisztelet után az asztalánál le adományokat betifetve, a feleségem végzi, és a vendég lelkészállását kérem szépen a késfogásra kimenetelve a szentományokat. Isten tiszteletünk záró énekeként a megkedett 200